Sziasztok, köszöntök innen mindenkit, itt vagyunk egy másik állomás bemutató videóban. Ez pedig a régi dinnyési vasútállomás, most már Ódinnyésnek hívják, itt van mögöttem. Itt van maga az állomás épület, látjátok. Mellette, és akkor itt van ez a földút, amin be lehet ide jönni. És most éppen nem jön vonat, úgyhogy át is tudunk menni. Ekközben átjöttünk akkor a túloldalra, és itt van maga a felvételi épület. Egyébként a 30-as vonal átépítése előtt itt álltak meg a vonatok. Itt ez egy raktár volt, már akkor is. És itt volt a váróterem és a forgalmi iroda. Hát látjátok, hogy rendben van. És hát ugye itt van Ódinnyés, forgalmi kitérőként üzemel tovább. Mivel amikor a 30-as vonalat átépítették, mert ugye most a Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon vagyunk, akkor egyrészt ugye kétvágányú vonal lett, másrészt viszont Dinnyéshez, mert ugye maga a falu az arrafele van, Dinnyés, tehát egy olyan, mint egy kilométerrel közelebb a falu, az épült egy megállóhely. És az állomáson azóta a vonatok nem állnak meg, forgalmi kitérőként funkcionál, azt látjátok is, hogy ha te errefele ott elnézünk, ott messzebbre, ott van a forgalmi kitérő. Mikor errefele elnézünk, itt volt a régi melléképület a WC-kkel, meg itt van egy másik épület, ami a biztosítóban rendezés van. Ezt mindjárt megnézzük. És itt látjátok a WC-t, hát elég hiányos már. És egyébként voltak olyan hírek, hogy a dinnyési felvételi épületet el fogják bontani, de ezek szerint mégsem bontották el. Az egyetlen megvan a déli vasút szabványépület, úgyhogy nem is igazán kéne elbontani, meg nem is indokolt, mert itt semminek nincs útba, ugye a felújítás már megtörtént. Nem volt útba a másik vágánynak se, tehát igazából szükségtelen lenne elbontani. És hát itt látjátok a másik, itt lakik a biztosítóberendezés. Hogyha van ott valami érdekes, mert szerintem ott a fénysorompó előtt itt egy teljes sorompós átjáró volt, amit onnan kezeltek. És ennyi, még egy padnak a maradványa van még itt. Ez még abból az időszakból, amikor még itt álltak meg a vonatok. De itt legalább egy teljesen logikus döntés volt az, hogy a faluhoz közelebb épült egy megállóhely. Hoppá, és valami jönni fog, mert lement a sorompó. És egyébként itt állok most a régi pedonon. És ott már háttérben bejön a vonat. Na és akkor ez a Dinnyés bemutató kis rövid vlog, az ország ennyi lett volna. Bár mondom, még azt az őrházat megnézem, hogyha van ott még valami érdekes, akkor még azt be fogom nektek mutatni. Egyébként most még szerencsénk is volt, mert két vonat is jött. Úgyhogy végül is mondhatjuk szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Sikerült egyszer két vonat is elkapni, úgyhogy akkor ez ennyi lett volna. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!